Pécs új építési szabályzata váltotta ki a legnagyobb vitát a közgyűlés keddi ülésén. A módosítás három nagy fejlesztést érinthet a Baranyai megyeszékhelyen. Az első a volt bőrklinika épülete, amely a városvezetői javaslat szerint nem közcélt szolgál a jövőben. Ez ellen tiltakozott Kővári János és módosítót nyújtott be. Azért, mert egy magánbefektető a baloldali üzletkörökből jól ismert háttérrel ide 80-100 lakásos társasházat kíván építeni, amiről nem kérdezték meg az ott élőket, a pécsieket, de én gondolom, hogy lesz erről véleményük. Én azt a javaslatot tettem, hogy maradjon a jelenlegi szabályozás, és oktatási vagy egészségügyi célú használata legyen a jövőben ennek az épületnek. Ezt azonban leszavazta a baloldali többség. A másik változás a régi vásárcsarnok épületét érinti. A jelenlegi régi vásárcsarnok épülete, ha lebontásra kerül, annak a helyére ne egy 5 emeletes szálloda épüljön, teljes mértékben kihasználva ott a teret és beépítve, hanem az új vásárcsarnokhoz szükséges parkolók jönnek ott létre, és zöld terület közpark, hiszen ez a város egyik legszennyezettebb városrésze. Ez volt a javaslatom. Ezt sem fogadták el a közgyűlésben a baloldalon. Így szálloda épülhet a volt vásárcsarnok helyén az új szabályozás alapján. Egy 30 milliárdos útépítés is szerepel a tervek között, ami itt az Észak-Megyeri részen menne át. Az önkormányzat korábban ehhez állami támogatást kért. Ipari, gazdasági terület kialakítását erősítenék az útépítéssel. Most ez az elképzelés is változott. Azután, hogy ez erről egy döntés született, lakóvezetet akarnak ott kialakítani, ami azt jelenti, hogy nem gazdasági célokat fog tudni szolgálni az út. Ezzel a döntésükkel egyébként most azt is megkérdőjelezik, illetve felmerül a kérdés, hogy meg fog tudni egyáltalán valósulni a 30 milliárdos út, hiszen nem erre a célra kértük az államtól a támogatást. A lakóvezeté nyilvánítással szintén egyetértett a képviselőtestület városvezetői oldala. Így az új szabályozás szerint épülhet be ez a három terület Pécsen.